Már hagyománya van, hogy Nyíregyházán is megemlékeznek Tarasz Rihorovics Sevcsenko a sokoldalú ukrán művész születéséről és haláláról. A két dátum majdnem egybeesik, és az ukránoknál ez az év egyik fontos ünnepe, lévén, hogy nem csupán a legkiválóbb költőik egyikeként tekintenek rá. Tarasz Sevcsenko az ukrán népnek olyan, mint a magyar népnek a Petőfi Sándor. Nagyon sok emlékműve van szerte a világon. Forradalmár volt, a cárizmus ellen fellépett, nagyon sok verset írt, mint költő, nagyon sok képet festett, mint festő. A Nyíregyházi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat és Ukrajna Nyíregyházi Konzulátusának közös szervezésében idén is az egyik sóstói fogadóban tartották meg az ünnepet. Vasárnap délután elsősorban a városban élő nemzetiségi családok gyűltek össze, amelyek tagjai versekkel és dalokkal kedveskedtek a jelenlévőknek. Nyíregyházán jelenleg 26 gyerek tanul az úgynevezett vasárnapi ukrán iskolában. A városban egyébként három csoportban oktatják a nyelvet a betelepült ukrán és a magyar nyelvű családokban élő fiataloknak. A helyi nemzetiségi önkormányzat egyik képviselője szerint, aki maga is tanít, mivel a csoportokban különféle gyerekek vannak, az oktatásuk célja is más és más. Az a gyerek, aki otthon beszél simán ukránul, annak már csak igazából meg kell tanulni írni, olvasni, esetleg irodalmat, stb. Az a gyerek, amelyik csak egy kicsit tud, és akkor a szülők megkérték, hogy tanuljon, hogy tudjon a nagymamával, keresztanyukával beszélni kint Kárpátalján ukránul, az azért jár hozzánk tanulni. Van egy csoport gyerek, aki magyar gyerekek, de valamiért tetszik nekik az ukrán nyelv, és akkor ők is járnak tanulni, és az ABC-től kezdjük, és úgy folytatjuk a tanulást. Sevcsenko példakép az ukránok számára, hiszen a tehetségének köszönhetően tör ki a mély szegénységből. Egyik híres mondata volt, hogy harcoljatok, legyőzitek, aminek a nyíregyházi konzulátus megbízott vezetője szerint ma is aktualitása van. A keleti része még továbbra is tartanak ezek a harci folyamatok, úgyhogy ezért is fontos Sevcsenko, mert ahányszor átolvasuk a műveit, mindig találunk benne valami napra kész aktuális eseményekhez kapcsolódó dolgokat. Az eseményen a városban élő ukrán nemzetiségiek művészi alkotásait, hímzéseket, festményeket, különféle terítőket, díszeket is kiállítottak. A közösség hölgy tagjait pedig a Nemzetközi Nőnap alkalmából egy-egy szálvirággal köszöntötték.